Sziasztok, Dobó Enikő vagyok, színésznő és szépségápolás felfedező. Ha velem tartotok, 16 epizód alatt megmutatom nektek a Seven Sense különleges kínálatát, ahol rátalálhattok új utatokra a szépségápolás és az otthoni illatok, hangulatok világában. A Marius Fabre márka a franciaországi Salon de Provence-ból indult 119 évvel ezelőtt a virágzó olaj, szappan és kávékereskedelem idejében. A Fabre lányok szépapjuk 4 generáción átívelő Marseille szappan készítési tudását őrzik, és viszik tovább a márka termékeiben. Ritka, hogy egy családi manufaktúra ennyi történelmet megél, és még ma is ugyanazokat a hagyományos értékeket képviseli. A Marius Fabre Marseille folyékony szappanok esetében, hasonlóan a márka szilárd szappanjaihoz, egy tradicionális és egy modern kollekciót különböztetünk meg. Én nagyon szeretem a nosztalgikus dizájnt, árad belőlük a hagyomány és a bizalom, rám igazán nyugtató hatással tud lenni. Ez a csomagolás nekem például egy régi patikát juttat eszembe. A Marseille folyékony szappan kollekció egyik zászlós hajója, az illatmentes Marseille folyékony szappan, ami mesterséges tartósító, színező és illatanyagoktól mentes, minden bőrtípusra használható termék. Az illatok kedvelőinek jó hír, hogy léteznek belőle illatosított verziók is, például levendula, rózsa vagy füge illatban. A másik kollekció letisztultabb csomagolást adott a termékeknek, és a szappanokat különböző illóolajokkal látták el. Természetes összetevőiknek köszönhetően ezeket a folyékony szappanokat is lehet arcon és a test bármely részén használni. Ebből a sorozatból az én abszolút kedvencem a fenyőfa illatú folyékony szappan, de nagyon tetszik a frissítő, kakukkfüves kapros is, erről mindig a nagymamám kaprostúrós rétese jut eszembe. És persze nem maradhat ki a sorból az Aleppo folyékony szappan sem, amit tradicionális recepteket követve olívaolaj és babérolaj felhasználásával készül, és minden bőrtípusra áldásos a hatása. Kíváncsi vagyok, hogy nektek melyik lesz a kedvencetek. Én mióta megtaláltam a Marius Fabre-t, kényszeres kézmosóvá avanzsálódtam. Ez van. Sziasztok!